Miért tartja fontosnak a képviselőtestület a közoktatási intézmények névváltoztatását? A Békés megyei közgyűlés, mint a közoktatási intézmények fenntartója döntött arról, hogy egyrészt a közoktatási intézmény neve elé oda kerül, hogy Békés megye. Én azt gondolom, ez a megye identitása szempontjában nagyon fontos kérdés. A másik nagyon fontos kérdés pedig az, hogy egy olyan szerkezeti átalakítására került sor a Békés megyei szakképzésnek a megyei önkormányzat fenntartásában, amely indokolta azt, hogy egy kicsit a névben is megújítsuk az oktatási intézményt. Különösen annak tükrében, hogy a Harukkán János vonatkozásában ez nagyon jót tett az iskolának. Harukkán János nagyon-nagyon sokat tett Békés megyért, tulajdonképpen Békés megye újratelepítése fűződik a nevéhez. Olyan személyt kellett választanunk a másik közoktatási intézmény névadójaként, aki szintén nagyon sokat tett Békés megyért, szintén sokat tett az országért. Én azt gondolom, Tisza Kálmán személyében mind a három frakció egyhangulag úgy ítélte meg, hogy ez egy jó döntés, hiszen Tisza Kálmánról tudni kell, hogy egyrészt a mai Békés megyei Geszten született, másrészt Magyarország miniszterelnöke volt. Magyarország abban az időben pont ugyanan helyzetben volt, mint napjainkban, megújításra szorult. Ő az a miniszterelnök volt, aki képes volt megújítani Magyarországot, a megyerendszert képes volt megújítani, és Trefort Ágoston javaslatára az ország szakképzését elsőként ő emelte be a közoktatásba. Na, azt gondolom, ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos ez a név, és természetesen most már a fenntartónak, a közoktatási intézmény vezetőinek, dolgozóinak, tanulóinak pedig az a kötelessége, hogy a Tisza Kálmán név jól csengjen a közoktatásban, az ott tanuló diákoknak büszkéknek kell lenni arra, hogy ebben a közoktatási intézményben tanulnak, és hát természetesen ilyen szempontból az oktatási intézmény nagysága is szerintem most már megalapozza azt, hogy ezzel a névvel el lehet indulni a közoktatásban. Kétegyháza Gyoma Endrőd közoktatási intézményeit a Vidékfejlesztési Minisztérium átadta a megye fennhatósága alá. Melyik intézmény veszi át a közoktatási feladatokat? Igen, többek között az iskola név választásának is az egyik oka volt az, hogy további két intézmény került a megyei önkormányzat fenntartásába, a Vidékfejlesztési Minisztériumból. Egyrészt a Betlen Gábor szakképzőiskola, szakközépiskola, amely gyomendrődi telephelyen működik, és a Kétegyházi iskola. A gyomendrődi telephelyen működő oktatási intézmény a Tisza Kálmán szakképzőiskola vagy közoktatási intézményhez fog kerülni, még a kétegyházi oktatási egység pedig a Harukkán János közoktatási intézményhez. Természetesen további nagyon komoly változás az, hogy a Békés megyei Tisza Kálmán közoktatási intézmény székhelye, orvosháza lesz. De én azt gondolom, hogy mint ahogy korábban is természetesen fontos az, hogy egy oktatási intézménynek hol van a székhelye, de a legfontosabb ettől az, hogy minden területen próbáljunk olyan szintű fejlesztéseket mind a humán erőforrásban, mind az infrastruktúrában elérni, amelyek azt a szakképzést biztosítják a mi fenntartásunk alatt működő közoktatási intézményekbe, hogy az iskola befejezését követően a munkaerőpiacon elhelyezkedni képes tudást kapjanak. A jövőben is ez lesz a feladat. Én bízok benne, hogy tudják is teljesíteni mind a már a megye fenntartásában működő, mind a most oda kerülő közoktatási intézmények ezt a feltételt.